az MTK betegség. Teljesen jól játszunk az első fél időben, azt hiszem jobb csapat is vagyunk, mint a Szenika. A második fél időben, az elején mondom, ez egy MTK betegség, valamiért mindig bealszunk itt, amikor itt voltam, akkor is voltak ilyen meccsek, bealudtunk, és megbüntetett minket, azt hiszem, a sors, mert én úgy érzem, ez nem volt kiállítás, nem is értem, hogy miért kapott legelsőnek is sárgát, meg itt a második sárga sem volt szerintem sárgalapos. Hát igaza van a Janinak, van egy ilyen, igen, valahogy nem egyszer fordult már elő velünk, hogy az első fél időben egy kimondott jó futba, utána a második fél idő elején így elrontjuk valahogy. Szerintem a szél az egyáltalán nem befolyásolt semmit, engem egyáltalán nem zavart, szerintem a pályán nem volt akkora szél, hogy annyira befolyásolta volna a mérkőzést. Inkább az volt a probléma szerintem, hogy talán egy kicsit biztonságosabban akartunk játszani a második fél időben, és úgy éreztük, hogy kontrákból tudunk majd gólokat rúgni. Nagyon sajnálom, hogy a 11-est kihagytam. Ez benne van a pakliban, igazából nem fogok ettől megtörni, úgy érzem, a társaim egytől egyik bíztattak engem, tehát ami nagyon jól esett, ezért is egy dupla motiváció a visszavágó számomra, hogy kijavítsam ezt a hibámat, és kárpótoljam a csapatot, és magunkat egy továbbjutással, és egy részemről egy jó játékkal, esetleg gólokkal. Mi történt ott, mert Józsi bácsi azt mondta, hogy mindig lehelyezett valamelyik szélre a 11-es, most meg fellőtted az égbe. Szerintem még életemben nem rúgtam fölé büntetőt, be kell vallanom. Eszembe se jutott, soha nem jutott még eszembe fölemelni a büntetőt, tehát megvan egy begyakorolt szisztémám, ahogy én a büntetőket elvégzem. A kapus még azt az előnyt is megadta nekem, hogy kiugrott a kapuból szinte már bőven előre. Igazából meg is nyugodtam ott, egy pillanat tört rész alatt zajlódnak le ezek a dolgok, és tényleg maga biztosan előttem arra az oldalra, és nem is értem, hogy megemeltem véletlenül a labdát veled, egy technikai hiba volt, biztos vagyok benne. Nagyon sajnálom tényleg. Csapat többet érdemelt volna. És a 11-es, azt hiszem, de 11-es volt? Én őszinte vagyok, nem volt 11-es. Szóval ezt oda-vissza befújta, volt lehetőségem, azért nem is szólunk semmit, de úgy érzem, hogy a 11-11 ellen meg lett volna a meccs. Ha azt mondod, hogy jobb csapat az MTK, ezek szerint akkor idegenben ugyanúgy meg tudjátok verni ezt a csapatot? Így van, az a Szanika nem tudja, hogy mi az MTK jobb idegenben, mint hazai pályán jobban szeretünk játszani, és remélem, hogy jövő héten megfordítjuk ezt a párharcot. Az tény, hogy idegenben is jól tudunk futballozni, úgy érzem, talán kicsit higgadtabban tudunk játszani valamiért, mint itthon, tehát itthon lehet, hogy egy ilyen megfelelési vágy van bennünk a szurkolók felé, vagy nem tudom megfogalmazni, hogy miért van ez, de ezt így nem lehet kijelenteni, hogy idegenben jobbak vagyunk, vagy megvan a továbbjutás. Az tény, hogy úgy érzem, hogy jobb csapat vagyunk az ellenfelünknél, tehát egyáltalán nem lefutott ez a mérkőzés. Ha ők tudtak itt ezen a pályán ellenünk kiharcolni egy 1-1-es eredményt, ami számukra szerintem hízelgő, úgy érzem, hogy mi idegenben tudjuk nyerni a mérkőzést, tehát a csapat abszolút képes rá.